Az Európai Bizottsághoz fordul a DK, mert a kormány ki akarja szervezni a teljes magyar autópálya hálózat működtetést. A párt szerint a koncessziós pályázat sérti az uniós jogot és az uniós közbeszerzési szabályokat. Vendégünk Varjú László. A DK alelnöke, jó estét kívánok, köszöntöm. Jó estét kívánok. Autópálya koncesszió előtt uniós ügyekkel kezdjük, bár az autópálya is az, mert az Európai Bizottsághoz fordultak. De azt mondtam a Dobrev Klára az Európai Parlamentben, hogy Brüsszel fejezze be Orbán Viktor és családjának finanszírozását, de a Facebookon meg azt írta, hogy hihetetlen, Orbán miatt 1000 milliárdos uniós támogatástól eshet el Magyarország. Most essen el inkább és büntessen az Unió, Magyarországot és a kormány, de hát azzal együtt az egész országot, vagy kapjon? Hát ugye én úgy gondolom, hogy nyilvánvalóvá vált most már mindenki számára. Itthon az ellenzéknek, a magyar embereknek, de most ami nagyon fontos, az Európai Unió országainak és a parlamenti képviselőnek, ottani vezetőknek, és annak nyilvánvalónak kell lenni, hogy Magyarország nem egyenlő Orbán Viktorral. És ezt azért is mondjuk, hogy ebből a szempontból Magyarországot nem éri kár pénz miatt, veszteség miatt, hogyha Orbán Viktor finanszírozását befejezik. Nem sokára választás lesz. Nem éri kár, hogyha nem kapjuk meg, mert ugye azt írja Dobrev Klára, hogy az Európai Bizottság nem akarja támogatni annak a 7,2 milliárd eurós Igen. támogatásnak a folyósítását, ami de ugye nem, ott vannak a terve. Nem vész el, mert jön Dobrev Klára kormánya, vagy egyébként az ellenzék kormánya, aki azokat a garanciákat tudja és akarja biztosítani, mi ehhez kell. Azt értem, de most ugye egyelőre bocsánat, hogy a szavabáok még ez a kormány van, és hogyha most megbüntetik, vagy nem jön ide ez a pénz, akkor azt mi nem kapjuk meg, tehát az ország nem kapja meg. Én azt gondolom, hogy mire ezt felhasználnánk, azzal nagyjából ugyanott tartunk ebben a történetben, tehát Magyarországot biztosan nem éri kár, mert akár az Európai Ügyészséghez való csatlakozás, akár egy összeférhetetlenségi törvény, ami egyébként volt korábban, én az egyik benyújtója voltam, Molnár Csabával közösen, Európai Parlamenti Képviselővel adtuk be korábban, évekkel ezelőtt az összeférhetetlenségi törvény, ahol az parlamenti, a magyar parlamenti döntés, azok nem pályázhattak európai forrásra. Ezt a Fidesz az első között megszüntette. Elsősorban azért, hogy a saját családtagjaikat tudják finanszírozni. Én azt gondolom, hogy ez ilyen szempontból egy helyes döntés lenne, és örülnék annak, hogyha az, hogyha a korrupciót látják, hogy ilyen szinten zajlik Magyarországon, akkor igenis az európai vezetők is háborodjanak fel, és ne akarják finanszírozni ezt Magyarországon. Az a hír látott napvilágot tulajdonképpen először a Politico írta meg, hogy leállították ezt az egészet. Utána Varga Judit miniszter azt mondja, hogy ez nem igaz, ez egy fake news, nem leállították, csak kiegészítést kértek. Dobrev Klára azt mondja, hogy kiderült, hogy a brüsszeli testület elégedetlen a magyar korrupció ellenes intézkedésekkel. De tudják, hogy pontosan mivel vagy mit kértek? Mert ezt nem tudjuk, nem jelent meg. Igazából három forrásról beszélünk. Vannak az, ami éveken keresztül az elmúlt időszakban is volt, a strukturális alapokból származó a források. Ezt nem zavarja semmi, ezt egyébként ez nyugodtan folyhat tovább, a pályázatokat be lehet adni, Magyarország nem károsodik ezen a területen sem. Azzal, hogy a járványveszély, illetve maga a járvány gazdasági károkat okozott Magyarországnak, ezért az európai közösség összefogott, és rengeteg pénzt, egyébként 50 milliárd euró összességében a három büdzsé együtt, ebből 7 milliárd euróról beszélünk, amire a Magyarországnak egy külön tervet kell benyújtani. De a terv mellé a parlament döntött arról, hogy a jogállami mechanizmust is be kell tartani. És mivel Orbán Viktor ezt nem akarja betartani, mert tart attól, például nem csatlakozott az Európai Ügyészséghez Magyarország, mert számon kérhetővé válik éppen azért, hogy hogyan költi el a pénzt, és túlárazva, közvetlenül, lényegében egy emberre kiírva ezt a pályázatot, a pályázatokat, hogyha ezt meg akarja akadályozni az Európai Unió, ezt szerintem helyesen teszi. De ezt tudják, hogy konkrétan mi az, amit kérnek? Mert ugye Varga Judit arról beszélt, hogy kiegészítést kérnek. Én szeretném azt, hogyha Varga Judit kiállna a nyilvánosság elé, és pontosan elmondaná, bemutatná azt a levelet, hogy az Európai Unió nekik mit küldött, és mi az, amin nekik dolgozni kell. Ezt nem meri megtenni, mert hogy egyébként nyilvánvaló, én azt gondolom, hogy egyébként nem is akarják ezt a lépést megtenni, de én abban vagyok biztos, hogy Dobrev Klára
akár kormányával egy olyan garancia lehet ebben, amikor az Európai Unió pontosan tudja, hogy igen, nyugodtan lehet támogatni Magyarországot a fejlődésben, és a forrásokat ide érdemes biztosítani. Menjünk tovább, az Európai Bizottsághoz fordultak, ahogy mondom, az autópálya koncessziók miatt. Mit várnak az Európai Bizottságtól? Nézze, egy olyan óriási döntésre kerül sor, ami lényegében, ha az előbb beszéltünk több ezer milliárd forintról, akkor itt egy a kormányzásának befejezése előtt egy olyan döntésre készül az Orbán kormány, már nem csak az egyetemekről beszélünk, nem csak kavicsbánya kimentésről, ami mind oda megy, itt van az autópálya, ez összességében 35 évre valakinek haverjai közül oda akarja adni a felújítást, a karbantartást, az üzemeltetést és az építést. Összességében véve az a pályázati kiírás, ami itt van a kezünkben és megjelent, 17.500 milliárd forintról beszélünk összesen. Én azt gondolom, hogy ilyet európai kormány, ha az lenne az Orbán kormány, ilyet biztosan nem tehetne a választások előtt, és nem tehetne olyan helyzetet, hogy például csak egyet mondok ebből. 1 milliárd eurónyi készpénz meglétét várja el a pályázat. Ki lesz az, aki ezt az 1 milliárd eurót majd le fogja tenni és be fogja mutatni? Melyik kínai bank lesz az, aki majd ezt bemutatja? A sejtése a kínai bank, vagy tud valamit? Sejtésem, nézzük meg, hogy ki lesz az. Akkor ugorjunk vissza az elejére, miért van szükség ugye erre az egészre? Azt mondja a kormány, hogy azért van szükség erre az egészre, mert így valósítják meg az autópálya felújításokat, meg az autópálya építéseket. Ugye Rogán Antal is elmondta korábban, hogy ezt vagy költségvetésből, vagy uniós forrásból, vagy koncesszió útján lehet megcsinálni. Akkor a demokratikus koalíció például a költségvetésből építeni autópályát, vagy hogyan építene autópályát, vagy hogyan újítaná fel, ugye itt nagyon sok kilométernyi autópályáról van. Szó. Ugye a demokratikus koalíció abban a helyzetben lesz, hogy a kormányzás felelőssége rátartozik, akkor a meglévő pénzügyi helyzet ismeretében a döntést meg tudja hozni. Én egyet tudok, hogy néhány hónappal a választás előtt egy ilyen, ilyen döntést a kormány egyedül nem hozhat. Tehát akkor az a gondjuk, hogy a választások előtt lépi ezt meg a Fidesz? Mert egyébként annó, én ezt nem véletlen kérdeztem, mert mindaz, amit elmond, erre visszamutogathat ugyanúgy a Fidesz vagy a kormány önökre, mert mondjuk 2018-ban, ha jól emlékszem, 114 milliárd forintot fizetett ki a magyar állam az M5-ös és az M6-os koncesziójáért. Csak azzal de a korábbi... De a kormány fizette ki, csak úgy egymás között beszéljük ezt meg. 2018-ban? Nem, előtte, amikor na az M5-öst visszavásárolták. Az világos, de mondjuk azzal a négy szerződéssel, ezt a G7 számolta, a G7 portál számolta egyébként ki, többet vesztett az állam, mint az egész nyugdíjpénztári vagyon, és hát jól emlékszünk rá, hogy 2002 és 2010 között virágzott ez a konstrukció, és az Unió is erőltette. Tehát ugye, ezzel mi a gond akkor? Ugye Induljunk ki abból, hogy önmagában a koncessziós szerződésre eddigi kritika mindaz, amit a Fidesz elmondott, tételezzük fel, hogy igaz, akkor most hogy kerülhet ide ez az asztalra? De ugye erre a kérdésre a Fidesznek mindenképpen válaszolni kell. Válaszolnak egyébként, hogy itt nyílt lesz minden, és transzparens, és mindent lehet persze látni, és hogy tanultak az elődeik, ugye, mármint az önök hibájából. És a következő része, hogy az elmúlt 10 évben egyetlen pillanat nem volt olyan, amikor egyébként érdemi pályázati kiírásban ne előre deklaráltan lett volna eredménye annak, hogy pontosan tudták, hogy kinek akarják odaadni. Szerintem egy ilyen nagyságrendű pályázatnál biztos, hogy erre készül a Fidesz. Nekem ez a véleményem erről a történetről, ezért én tiltakozni fogok az ellen, hogy ezt a pályázatot ilyen módon végigvigyék, és erre szerződést köthessenek. Ez a második csomag, ugye az első csomagban az Európai Uniós forrásoknál Magyarországot nem érheti kár, mert mint ahogy mondtam, akár ellenzékként a teljes ellenzék, illetve Dobrev Klára garancia arra, hogy ez nem következik be. Ami viszont itt történik, a magyar források terhére, ott viszont olyan hátrányos szerződéseket köthet Orbán Viktor, amelyet nehéz megakadályozni. Lásd, ott van a Belgrád vasútvonal, ott vannak egymás után azok a szerződések, ott vannak a trafik szerződések, csak hogy visszagondoljuk rá, hogyan egészítették ki azzal, hogy hogyan kell kártérítést fizetni, ha és amennyiben a következő kormány megkifogásolja, és ezzel nem értene egyet. És éppen ezért kellett egyébként, mert akkor is
A jó szerződés rossz felmondásának eredménye volt az, hogy nagyon sokat kellett érte fizetni. Én azt gondolom, hogy ha most még ráadásul rossz szerződést akar kötni az autópályák megépítésére, üzemeltetésére, akkor az ilyen szempontból a Fidesznek Fidesz egy óriási kárt okoz Magyarországnak, elárulja a magyar népet. A Fidesz azt mondja egyébként a kormány, hogy ebben a modellben a kockázat jelentős részét nem az állam viseli, hanem a konceszor. Arra válaszolja, hogy még lejárt az idő, meg tudja ezt akadályozni az Európai Bizottság? Én abban reménykedem, hogy ugye ennek egy a forrásnak, például a fejlesztésnek egy jelentős része, tekintsünk úgy, hogy az M1 autópályát, hogyha valaki közlekedik arra, akkor pontosan tudja, hogy ezt jelentősen bővíteni kell, és fejleszteni, illetve felújítani. Én azt gondolom, hogy elsősorban Magyarországnak az érdeke, hogy az Európai Uniós forrásokból, a visszanemtérítendő forrásokból építsük ezeket meg, és utána következik az, hogyha ez egyébként nem elegendő, akkor mire van szükség még a fenntartáshoz, a működtetéshez. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen a lehetőséget.